erre hívunk meg mindenkit, hogy játszani, örülni, fiatalodni, élni. És úgy látom, hogy picit sokkoló voltam, mert nagyon nehezen jönnek a kérdések, és akkor Karesz, itt maradsz velünk? Persze. Akkor kínáljuk fel azt a lehetőséget, hogy a falat konfliktusokat hozzuk elő, hogy mandula, hogy ez vagy az, vagy amaz. Vegyük sorba a kérdéseket. Ahogy a kérdések jönnek, tehát ilyen jellegű kérdéseket beírjuk. Ahol hozzá kell szóljak, ott hozzászóljak. Karesz elmondja ennek a konfliktus hátterét, és akkor én most nem kiegészítem a Karesz elmondását, hanem én lefordítom arra, ahogy, ami a mai előadásban elhangzott. Remélem, hogy egy kicsivel bátrabbak lesznek. Na, akkor kezdem a felolvasást. Az első film Zoli Nagyváradról, fantasztikus volt, ma is tanultam valamit. Nagyon köszönöm, Zoltán. Vereckei Kata azt írja, hogy a Mikor gyógyulok már meg előadásban az írni tanulós hasonlatot hatására döntöttem el, hogy a bénázás szót kitörlöm a szótáramból, helyette gyakorlok. Ezt a mondatot nagyon betalált. Ezt a jegyzetet mindig előveszem, ha eszembe jut, hogy bénázok. Hát ezt nagyon-nagyon köszönöm. Minden tudás bennünk van. Minden képességünk megvan arra, kedves Kata és kedves mindenki, hogy gyakoroljuk az elfogadást, a szeretetet, gyakoroljuk azt a létezési formát, ami miatt itt vagyunk ezen a bolygón. Én azt hiszem, hogy erre mindannyian képesek vagyunk. És nagyon köszönöm, hogy ezt a mondatot kiemelted, mert gyakorló pályán vagyunk ezen a bolygón. Ebben szeretnénk, ebben a gyakorlatban ezekkel az előadásokkal hozzájárulni a sikereitekhez. Böjti név Farkas Valéria azt írja, hogy nagyon elgondolkodtató volt, nagyon köszönöm, Réka, Lino Kédikó is köszöni, és Birta Éva is, én nagyon-nagyon köszönöm a visszajelzéseket. Vereckei Kati azt írja, hogy szeretném kifejezni másoknak, hogy fontosak nekem, de félek a visszautasítástól. A lelkemre hallgatva átöleltem az anyukámat, apámat felhívtam, és megkérdeztem tőle, hogy van. Sokkal jobban érzem magam ezután. Hát ezt külön köszönöm a kedves Kata, mert a visszautasítástól való félelem az megint egy nagyon érdekes témakör, bár nem a falat konfliktusok tárgykörét jelenti, de itt is van egy falat, hogy szeretném azt megkapni, hogy elfogadjanak. Ezt a visszajelzést, tehát ilyen módon kapcsolódik. De nagyon gyakran a visszautasítástól való félelem akadályoz meg bennünket abban, hogy bármit is tegyünk, vagyis mi visszautasítjuk azt az vágyunkat, azt az elképzelésünket, hogy mi lenne, ha felhívnám, mi lenne, ha megölelném. Igen, ezekre a pillanatokra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ne mástól várjuk meg, várjuk el a falataink, a szükségleteink teljesülését. Mi lenne, ha elsősorban magunkat dicsérnénk meg? Hogy igen, én akkor is ügyes vagyok, amikor egy dolog nem sikerült. Edison azt mondta, amikor az ezredik kísérlete is dugába dőlt, megkérdezték tőle, hogy meddig akarja még folytatni, hát ez teljesen bolondság, nem fog úgysem soha sikerülni. Azt hiszem, milyen mondatokat sokan kaptunk életünkben, amik nem kívánatos falatok voltak, és szerettük volna nem is hallani, és gyorsan elengedni a fülünk mellett. Akkor azt mondta, hogy nem kudarcot vallott, hanem tud ezer módot, ahogyan ezt nem lehet megalkotni. Úgyhogy igen, ne féljünk a lelkünk szerint való életet élni, ne féljünk a falatjainkat elengedni, sokkal gazdagabbak leszünk ezáltal, sokkal nagyobb lelki gazdagságot tudunk megtapasztalni ezáltal, mint amit fizikai gazdagságként az a tárgy jelent. És ehhez köthető Márti bejegyzése is, azt írja, hogy utálom a nevem, anyukám neve volt Piroska, de mióta megszülettem, őt is Mártinak mondták. Most lesz egy hagyatéki tárgyalás, azt hiszem az előadás után semmi sem kell. Gratulálok, kedves Márti! Ez egy óriási felismerés és döntés a részéről. Nagyon örülök, hogy
ilyen hasnálmirigy programot, vagy nyelőcső programot nem indít el. Hasnálmirigy program a hagyatéki történéseknél, a nyelőcső programnál pedig az enyém is vissza akarom kapni történésekről szól. Ilona azt írja, hogy hűha, köszönöm, a példák nagy részében belesétáltam, köszi. Akkor, kedves Ilona, csupán annyit kellene tenni, hogy ezeket leírjuk és elengedjük. Leírjuk és elengedjük. Ezek olyan történések, olyan dolgok, amelyekre konkrétan nincs szükségünk. Ezek az azonosultságaink, ezek az egoisztikus személyiségeinknek az illuzórikus műve. Én nagyon gyakran egy illúzió miatt szenvedünk egész életünkön keresztül, de ha ezt felismerjük, akkor eljuthatunk arra a szabadságra, arra a minőségre, amit mindannyian keresünk. És nagyon örülök, hogy nem adjuk fel az abszolútum, a tökéletes és a végtelen szeretet iránti keresésünket. Amikor felfedezzük ezt a belső önmagunkban, akkor megértjük, hogy ez a minőség, ez elválaszthatatlanul benne rejlik mindenkiben, amikor rájövünk arra, hogy kik vagyunk mi valójában. Óriási felismerés, óriási megkönnyebbülés. Kedves Ilona, csak gratulálni tudok. Rengeteg ember éli le úgy az életét, hogy nem veszi észre ezeket a csapdákat, nem veszi észre ezeket az akadályokat, és ezeknek a börtönében tengeti az életét, ha felismerjük, meg is tudjuk oldani. Rácskai Istvánné azt írja, drága Réka, fantasztikus előadást tartottál, köszönöm, elgondolkodtató, köszönöm szépen, két szívecske. Nagyon köszönöm. Mihály Erzsébet azt írja. Igen, Harkai István idézetet ír be. Vágyam. Hatalmas márványtömb, melybe félelmen véshetem, vágyam, hogy az egész világ vezérelje majd kezem, márványba merevedett izmok hirdessék örök elevenen, hogy szépen vágó vésünk nyomán kővé vált a félelem. Nagyon köszönöm ezt az idézetet. Ági azt írja, hogy most ismertem fel, hogy egy óriási falatkonfliktus van az életemben. Kb. 10 éve vágyok egy MLM üzleti sikerre. Meg vagyok győződve arról, hogy jó ügyet képviselek, embereknek azzal segíteni tudok, de még sem teszek meg mindent az igazi nagy siker érdekében. Vajon tényleg kell nekem ez a falat? Az a tény, hogy elismerésre vágyom, de valami megbénít, hogy lépjek a siker felé. El kell engednem azt a régi álmomat, vagy a félelmeimtől megszabadulva enyém lehet még a siker? Nagyon szép kérdés, Ági. És nagyon köszönöm azt, hogy egy MLM rendszerrel kapcsolatos sikerről beszélhetek, mert mindenki, aki egy ilyen rendszerbe csatlakozik, az meg van győződve arról, hogy valami jót képvisel. Vannak persze olyanok is, akiket csak a pénz érdekel, azok hirtelen lesznek nagyon, nagyon nagy beosztásban. Az ilyen emberek vesznek raklapszámra terméket, hogy meglegyen a pontjuk utána, meg nem tudnak ezekkel mit kezdeni, de én úgy hiszem, hogy ez nem az Ági esete. Ez nem. Én elengedném azt a kérdést, hogy siker. Mert a siker számomra nagyon szubjektív. Mit jelent sikeresnek lenni, kedves Ági? Mi jelenti önnek a sikert? A siker az, hogy valami olyat teszek meg, ami valami nagy, nagy dolgot jelent. Egy futónak sikere az, hogyha lefutja x másodperc alatt a 100 métert. Egy úszónak a verseny szintén. Egy háziasszonynak egy siker lehet az, hogy egy elégedett társaság ül az asztal körül, és mindenki dicséri a főztjét. Egy siker egy gyereknek egy jó osztályzat, mondjuk most az érettségén, kedden a biológia érettségén például. De tájékozott vagy. A siker nagyon-nagyon szubjektív. Mi jelenti ön számára sikert, Ági? Hogyan érzi magát akkor, amikor sikeres? Mit érez, mit gondol? Vajon ez az érzés és ez a gondolat, ami a sikerhez kapcsolódik az ön életében, ez vajon honnan jön? Ha ez kívülről jön, akkor mindaz, akinek az elismerésére vágyakozik, az ön számára egy külső hatóság.
És sikernek találom már azt is, hogy felfedezte ezt az óriás falat konfliktust. Hogy meg akarom kapni valakinek az elismerését. Meg akarom kapni a nem tudom én milyen csúcs szuper autót egy évig használásra. Nem. Meg akarom kapni a nem tudom én milyen színű kitűzőt, és jutalomkirándulást, és stb. Ilyenkor mindig elgondolkodom azon, hogy vajon szükségem van-e arra az a cégre, arra az útra, ami ide elvisz. Mondok egy nagyon banálisat, és se lebeszélni nem szeretném, kedves Ági, se rá semmire, de vajon az, amire ön vágyik, az kvantifikálható-e számokban? Vajon nem arra vágyik a leginkább, hogy a férje, a szűk környezet, a családja azt mondja, fú, ez az Ági megcsinálta, nézd meg, lett belőle valaki. Sikeres volt ennél a cégnél. Vajon ennek a történetnek van-e bármilyen köze magához, az MLM rendszerhez? Gyanítom, hogy nem túl sok. Igen, lehet ez a híd ahhoz, hogy átjussak arra az oldalra, hogy elismerjen a családom. Nagyon gyakran tapasztalok olyat, hogy hölgyekkel beszélgetve azt látom, hogy van egy családi vállalkozás, a férje vállalkozó, az asszony hozzáteszi mindazt a hátteret, ami ehhez szükséges, illetve gyereket nevel, háztartást vezet, tanul, nagyon érdekes egy anya azonosultsága, mert ő az orvos, a pszichológus, az anyagi befektetéseket kezelő, a takarítónő, a szakács, a cukrász, a meglepetés szervező, ezt külön szakma, amúgy rendezvényszervező, csak a gyerek születésnapjára gondoljunk meg, ilyen nagyobb ünnepekkor mennyi mindent kell megszervezni ahhoz, hogy az úgy sikerüljön, ahogy. Rengeteg ilyen azonosultságunk van nőknek, és jön egy másik nagy azonosultság, de nem vagyunk az, aki fizetést tesz le az asztalra. És ha ez mozgatja azt, hogy én szeretnék anyagilag sikeres lenni ebben az MLM cégben, hogy valamit én is be tudjak ebbe tenni, hogy fel tudjanak rám nézni, hogy a férjem büszke legyen rám, hogy mi az Ági most hazahozott, mit tudom én, 50 milliós szuperautót, meg ide mentünk kirándulni, meg oda mehettünk el, akkor ez vajon mennyire szól az MLM rendszerről, és mennyire szól arról, hogy túlterhelt vagyok, és szeretnék valahol egy kis elismerést kapni. Nagyon gyakran az elismerés iránti vágyunk motivál újabb és újabb falatokra. Hogy mi a siker? Elérhetem-e ezt önmagam? Mondjuk összegyűjthetek-e erre egy ilyen utazásra önmagamtól? Vagy elmondhatnám-e azt a családomnak, hogy szeretném, hogyha elismernétek a képességeimet, de ahhoz, hogy ezt el tudjam mondani, ahhoz előbb önmagam kell elismernem. Rá kell döbbennem arra, hogy az a munka, amit végzek házvezetőnőként, szakácsnőként, vasalónőként, mosónőként, tanítónőként, feleségként, anyaként, rendezvényszervezőként, egészségügyi ellátóként, ugye én vagyok, aki minden beteget ápolok, csodálatos. Beszerzőként, ugye én vagyok, aki vásárolok, most így csak 10-et soroltam fel, de ennél sokkal több rétűbb egy azonosultságok szinterén egy nő vagy egy családanya helyzete. Ha én ezt nem értékelem, hogy ez milyen fontos, hogy az általam sütött kenyeret tudom odaadni a családomnak, hogy nem értékelem, vagy nem értékén kezelem azt, hogy egy finom ebédet tudtam főzni, ha nem tudok annak örülni, ahogy hallom, ahogy rágcsálnak a gyerekek jó ízűen az asztal körül, ha nem tudok annak örülni, hogy van ruhánk, amit ki tudok mosni, és milyen fantasztikus az, hogy ezt meg tudjuk tapasztalni közösen együtt, akkor nem értékelem azt a munkát, amit végzek, vagyis önmagam sem értékelem. Ezért vagyok arra kihegyezve, hogy más értékeljen. Az önmagam értékelése ott kezdődik, hogy tudok párhuzamot vonni a munka és a pihenés között. Ha pihenek, nem azon töprengek, hogy mit főzök jövő héten, meg hogy kellene lemosni a nappaliba az ablakot, meg mikor volt kivasalva a függöny, és így tovább, hanem önmagamra, nem csak a testemre fordítok időt, hanem a lelkemre is.
azokra az érzésekre, amiket vágyak azok megkapni. Fontos lenne, kedves Ági, hogy önmagának a saját sikereit is összeírja. Valószínű, hogy rengeteg sikerrel rendelkezik. Nem csak Áginak szól a felhívás, hanem mindenkinek, aki hallgatja a webkonferenciát. Vajon hány sikert tudnék leírni? Az is siker, hogy megtanultam írni. Megtanultam számítógépet kezelni. Megtanultam biciklizni. Megtanultam azt, hogy néha a jelenlétemmel tudok valakinek segíteni. Nem kell konkrétan nagy dolgokban gondolkodni. Mindig a sikert valami óriási dolognak hiszük. Pedig a hétköznapi sikerekre is érdemes lenne odafigyelni, ezekre hálával visszatekinteni a nap végén. Hogy mi az, ami megbénítja az elismerésre vágyakozása mellett, hogy lépjen? Talán az a kis hitűség, ami nekem úgyse sikerül. Van egy ilyen gyermekkori azonosultságunk is, hogy a mi családunkban nem szokás nagyon, nagyon kiréni. Szegény embert az ág is húzza. Mi mindenért nagyon megküzdünk. A mi családunkban semmi nem jött ingyen. Minden többször megpróbáljunk, hogy sikerüljön. Ezek önsorsontó mondatok, Ági. Lehet, hogy ezekkel is érdemes lenne egy kicsit foglalkozni. Én elengedném mindenképpen azt a sóvárgást. Bár régi álomnak van megjegyezve, de lehet, hogy ez egy sóvárgás, mert hogyha csak vágyom rá, de tudok anélkül is élni, hogyha ez megvalósul, ebből nem lesz konfliktus. De ha mindenképpen szeretném, ha nem tudom sem elengedni, sem megvalósítani, abból komoly tünetek is lehetnek. Hogy mi a félelme azzal kapcsolatban, ha ez így marad, mi a félelme azzal kapcsolatban, ha ez megváltozik, mi azzal a kapcsolatban a félelme, hogy mi van, ha soha nem valósul meg ez az álom, ezzel kellene egy picit tovább gondolkodni. A tiszta lap arról szól, hogy akár lesz sikerem az MLM rendszerben, akár nem, én vagyok egy értékes ember, aki értéket teremtek, és önmagamat értékemen kezelem. Az önmagamat értékelen kezelemben pedig benne van az is, hogy nem csak test vagyok, sőt, lélek vagyok, akinek testje van. Remélem, így választottam a kérdésre. Kun Rozália köszöni tanulságos volt. M. Kati azt írja, hogy anyu 4 éve, apu 14 éve váltott frekvenciát. Nem várt gyerek voltam, nem igazán éreztem jól otthon magam. De kb. 2 éve vettem észre, hogy sokszor olyanok a mozdulataim, mint az övé volt. Örökségnél ismerszik meg a testvéri szeretet. Hárman voltunk testvérek, pereskedtem 2 évig az öcsémmel, végül megegyeztük az én kezdeményezésemre. Próbáltam megbeszélni vele, 2 lakást kapott a szüleinktől, beleegyező irata is volt, hogy lemond az örökségről. De azt mondta, neki jár az örökség, kérhet, és ő kéri. Azóta nem beszélek velük. Amikor már ismertem a GNM-et, de nem olyan mélységben, ez akkor történt velük. Megszakítottam minden kapcsolatot, lezártam magamban, megbocsátottam nekik. Rájöttem arra, hogy soha nem voltam igazán a testvérük. Megtanultam, hogy csak magamra számíthatok. Anyu is pereskedett az örökségnél, így történt, amikor ő távozott. A történelem ismétli önmagát. De mindezek nem érintettek meg mélyen, sikerült kibeszélnem, sikerült lezárni, hogy nem lettem beteg. Hát teljes szívből gratulálok, Kati. Így látszik, hogy lehet változtatni a sémákon. Kaszab Nóri azt írja, hogy levegő falat kapcsán kaphatok pár átgondolható kérdést. Köszönöm. A levegő falat az mindig akkor konfliktus, amikor halálfélelmet élek meg, vagy a saját halálom miatt, vagy valaki más halála miatt van bennem félelem. Arra is én reagálok, és a tüdőmmel. Az első esetben sok kicsi apró sejtszaporulat lesz, a második esetben egy daganatos góc lesz a tüdőben. Na most a halál kérdése, az azt hiszem, hogy egy olyan kérdés, amin mindenkinek el kell gondolkodnia, főleg azután, ahogy Réka kivetítette ezeket a képeket. A fizikai test, az érzelmi és gondolati testünk kapcsolatát, és hogyha valójában nem ezzel azonosítjuk magunkat, hanem azzal a örökké létező valakivel, aki ezt a fizikai testet irányítja,
akkor a halál kérdése föl sem merül bennünk. Az egyiptomiak egy életen át a halálra készültek. Mi azt hirdetjük, hogy a halál az azt jelenti, hogy én, engem a biológiai programok vezérelnek, mert a biológiának van csak halálfélelme. A lelkemnek nincs halálfélelme. Tehát amikor lélek szerint élek, akkor létezek és élvezem, és minden pillanatot, minden napot, minden percet élvezek, mert megkeresem benne azt, ami abban gyönyörű. És ebben az értelemben a halálfélelmi konfliktusnak, most bocsánat, de nincs értelme. Nincs értelme ezzel foglalkozni, addig, amíg én ebben a testben benne vagyok, addig nem a halállal foglalkozok, hanem azzal, hogy minden nap egy lehetőség. És ha minden napot tiszta lappal indítom el, akkor azt jelenti, hogy egészséges is maradok. És közben, ahogy a tisztánlátásomat pontosan a félelem az, ami befolyásolja. Amikor teli vagyok félelemmel, akkor előjönnek az előítéleteim, és az elképzeléseim, amelyek nem úgy teljesültek, ahogy én azt gondoltam. De mint a piramisos ábrán is látok, az elképzeléseket csak arra találtam ki, hogy ne féljek annyira. De ezzel a félelmemet még nem oldottam fel. Tehát ameddig biológiai azonosultságom van, addig ebben a biológiai mókuskerékbe fogok forgolódni. Amikor emlékszem arra, hogy ki vagyok én valójában, és megszületik bennem az a belső béke, ami egy fantasztikus érzés, és aki ezt megtapasztalta, az egyszerűen döbbenetes, akkor rájövünk arra, hogy az élet nem a halálfélelemről szól. Leginkább tudják azok, akik már visszajöttek a klinikai halál állapotába, teljesen más életet folytatnak, mint addig. Rájönnek arra, hogy a halál nem létezik, és rájönnek arra, hogy vannak fontosabb dolgok az életben, mint a halálfélelem ellen küzdeni és dolgozni. Tehát én úgy gondolom, hogy amikor a valós identitásunkat megtaláljuk, és nem a biológiai identitásra gondolok, aminek a konfliktusából aranyér lesz, tehát amikor a valós identitásunkat megtaláljuk, és végre meg tudunk nyugodni, mert tudjuk, hogy kik vagyunk mi valójában, akkor a halálfélelem egyszerűen feleslegessé válik. És ne feledjük, a halálfélelem és a faj kipusztulásától való félelem minden félelemnek az alapja. Az összes többi félelem erre fog még ráépülni, és ha visszakérdezek mindig, hogy a félelem feloldáskor, hogy mi történik legrosszabb esetben, ha ez is megtörténik, jön rá egy válasz, és a végén ott maradok válasz nélkül, mert az agyamnak már nincs több ötlete, és akkor fogom kinevetni magamat, hogy te jó Isten. Szóval ez a halálfélelem feloldása különben egy külön megoldási kulcs a háromnapos képzésen, de az alapja az, hogy tisztázzuk, hogy kik vagyunk mi valójában. Tehát itt sokkal bővebb tudásra lenne szükség, de rengeteg dolgot már a weblapon is meg lehet találni. Akkor én is szeretnék a halálfélelemre, a levegőfalat az halálfélelem. Hát igen, a halálfélelem indítja ezt el. Kinek van halálfélelme? Csak a testnek. Csak a testnek. Ameddig a testtel azonosítom magam, és azt mondom, hogy én egy két lábon járó ember vagyok csak és kizárólag, vagy azt mondom, hogy ó, hát van lelkem is, ez körülbelül olyan, mint a hollywoodi filmek stáblistáján, ugye kiírják a főszereplőt, a mellékszereplőket, aztán az összes többi segédet, és a legvégén van egy ilyen, hogy és aki kávét hozott. Körülbelül akkor, amikor a testünkkel azonosítjuk magunkat, a léleknek ekkora funkciója, szerepe, érdeme van. Érdemes lenne egy kicsit mélyebbre hatolni a kérdésben. Az életem az azt jelenti, hogy ezt a testet mozgatom, ezen a testen keresztül nyilvánulok meg, ezt túlélésnek lehet nevezni. Ez a robotpilóta üzemmód. Ugye emlékszünk arra az autóra, amiben az ego a sofőr, aki ide-oda rángatja a kormányt, és ez a testi azonosultságomnak a lényege.
Pontosan amiatt, mert a halál felé vezető úton hajtom az autómat, ugye dolgozok, szenvedek, megöregedek, meghalok, és nem foglalkozom közben azzal, hogy ki vagyok én valójában, miért vagyok itt ezen a bolygón, mi a feladatom, mit kellene tennem az anyagommal, a testemmel, egyáltalán kapcsolatban vagyok-e a lelkemmel, vagy sem, ezek nagyon fontos kérdések. Minél kevesebbet aggódom a túlélésem miatt, annál inkább élek. Minél kevesebbet használom a túlélési technikáimat, amelyeket olyan sok évekbe kerül, még összeszerezzük, megismerjük, alkalmazni tudjuk, annál jobban érzem magam. A levegő falat, a levegő utáni kapkodás, ez egy halálfélelmet jellemez, de nem vagyunk csupán a test, a halandó test. Sőt, a testet is lehetne olyan rezgésre emelni, hogy ezeken a programokon felül tudjon emelkedni. Választhatok, hogy a szereteten vagy a félelmen keresztül nyilvánulok meg. Abban a pillanatban, amikor halálfélelemmel élek, akkor állandóan a félelem zónájában vagyok. Ennek a félelem zónának nagyon alacsony a rezgése. Nagyon alacsony rezgésszinten jellemezhető, és pont ez a félelem az, ami teljesen lemeríti a biológiát. Eldönthetném azt, hogy ki vagyok én valójában, és nagyon nagy szeretettel ajánlom Kaszab Nóri figyelmébe a rekaliza.com Facebook oldalamat, ott rengeteg videót talál ezzel kapcsolatban. Hogy kik vagyunk mi valójában, ehhez nagyon nagy segítséget nyújt a Mi a fenét keresek én itt tulajdonképpen című könyv, ennek a feldolgozását, illetve saját tapasztalataimat, gondolataimat osztom meg ezen a Facebook oldalon. Fontos lenne tudni, hogy én nem a test vagyok. A testemben bármi történhet. Megszülethet, meghalhat, roncsolódhat, tömeget növelhet, tömeget csökkenthet, bármi történhet vele, én nem ez vagyok. Ezt úgy tudnám elmagyarázni, mint, hát most már azért nem túl sok téli kabátot látunk kint az utcán, de valószínű, hogy januárban még önön is volt egy téli kabát. Na ez a test. Ez az, ami beburkol, körbevez bennünket. A lélek pedig maga az ember. A téli kabátom bármilyen lehet, az nem én vagyok. Ugyanígy szeretném, ha gondolnánk a testünkre is. Igen, a testem részem, fontos alkotó része a létezésemnek, ezt használom, ez azért van, hogy meg tudjam nyilvánítani a lelkem útját, szándékát, de nem ez a legfontosabb. Tudom, amikor betegek vagyunk, amikor van egy diagnózisunk, akkor ettől megijedünk. De ilyen pillanatokban kellene átadni az ego személyiségünktől az irányítást, ami ezt a testet ide vezette, és átadni az irányítást a léleknek. Erről van egy külön videó, tessék ezt megnézni, sokat segít. Ilona, a szájzug gyulladást milyen konfliktust tud okozni? A gyulladás már megoldási fázis? Hát ha a gyulladterületet mondjam úgy, hogy ödéma veszi körül, tehát duzzanat és egy kicsi gennyesedés, akkor megoldási szakasz. Ha csak berepedés és azért fáj, akkor viszont konfliktusaktív szakasz, mert akkor ott az ektodermális, a külső csiralevezből származó nyálkahártya réteg érintett. Tehát nem mindegy az, hogy valamitől meg akarok szabadulni, és akkor csak bereped, konfliktusaktív szakasz, vagy valamit meg akarok kapni, és akkor viszont a mély réteg érintett, és az viszont a megoldásba gennyes, duzzat és fáj. Izabella azt írja, hogy minden, miután elkezdtelek hallgatni titeket, volt egy érdekes álmom, még mielőtt a hameri zenét megkaptam volna. Álmomban valami nagy lényeket telepítettek a fejünk fölé, éreztem a veszélyt, hogy ránk szakad a tető, ezért gyorsan menteni akartam, ami menthető. Döbbenten néztem, hogy milyen sok mindenem van, mikor rájöttem, hogy nem tovább, hogy ez nem tovább menthető, megszólalt bennem egy mondat. Mert semmit sem hoztunk a világra, és ki sem vihetünk belőle semmit. Van. Ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Hát ez egy nagyon szép gondolat, és valójában érdemes lenne folyamatosan szem előtt tartani azt, hogy a bőrönd üres. Ezt a videót megtalálják Kareszweb lapján.
Eszternek köszönöm a szívecskét. Zizi azt kérdezi, hogy hol van az egészséges határvonal a szükséges és felesleges között. Hol jön a konfliktus, ha például van plusz pénzem, és azon veszek valamit, lehet, hogy nincs feltétlenül szükségem rá, de a pénzzel sem tudok mit kezdeni. Ebből hogyan lesz konfliktus? Na, a felesleges és szükséges, ez egy nagyon érdekes történet. Van a szükséges, elégséges, kielégítő, több, mint kielégítő és felesleges. Ebben a skálában tessenek gondolkodni. A falat konfliktusokról beszélünk, nagyon érdekes az, hogy tudjuk-e, hogy mennyibe kerül a létezésünk egy hónapban. Egyszer ezt végig listáztam jó pár éve, és megdöbbenve láttam, hogy minden költekezésen felírva egy listára, rájöttem, hogy azért voltak olyan dolgok, amik teljesen feleslegesek voltak, vagy bizonytalanságból lett berakva a kosárba, mert nem tudtam, hogy van-e otthon belőle, és így tovább. Hogy kinek mennyi az elégséges és a szükséges, ez teljesen szubjektív, de meg lehet nézni azt, hogyha egy hónapig teljesen odafigyelünk arra, hogy felírjunk minden költekezésünket, és a következő hónapban arra is odafigyelünk, hogy csak érdembeli vásárlásokat tegyünk, akkor rájöhetünk arra, hogy legalább 30-40%-kal túlköltjük a szükségesnél több termék megvásárlásával magunkat. Hogy ha valakinek sok pénze van, és nem tudja hova tenni, abból nem tudom, hogy milyen konfliktus lehet. Ezt a helyzetet nem ismerjük. Viszont, ha van egy birtokféltésem, mert az én pénzem bármikor elveszhet, így van, akkor ez már egy konfliktus. A birtokféltés, meg a My Program, mert ez a másik nagy történet, hogy éhen fogunk halni. Igen, mert folytán a pénzünk, és közben több millió van még a bankban, vagy éppenséggel a párna alatt. Ilyen páciensünk is volt, igen. Ilyen konfliktusokat lehet belőle csinálni. Nézzük meg, hogy mennyi az egy hónapi fenntartási költségünk, és rádöbbenünk, hogy sokkal gazdagabbak vagyunk, mint gondolnánk. Így van. Leona és Németh Zsuzsa, köszönni, mindek kettőjüknek én is köszönöm a bejegyzést. Piroska azt írja, hogy azoknak, akiknek valami tragédia történik az életében, egy lehetőséget kapnak arra, hogy miután felépülnek, lelkileg újra kezdik szinte az életüket. Na, én itt most megállok. Bocsánat. Igen, értem, mire szeretne Piroska célozni. Nem miután felépülnek, csokolom. Akkor kell, amikor nagy szarban vagyunk, bocsánat. Nem majd, ha meggyógyulok, én Istenem, jó Istenem, templomba járok, meg első áldozó leszek, csak most az egyszer még mentsél ki. Ez a tipikus emberi hozzáállás, és nagyon sokáig én is így hittem. Ezért elmentem mindenféle búcsúhelyre, kegyhelyre, kegytemplomba, és elmentem nagy pökhendén Mária Radnára, Mankóval, hogy na, Szűz Mária, itt vagyok, 3-6-ig gyógyíts meg. Nem így működik. A nagy tragédia, a nagy konfliktusnak kell elgondolkodtatnia bennünket, hogy ott és akkor, abban a pillanatban kell meghozni a döntést. Nem, ha majd jól leszek, addig nem tudok jól lenni, míg nem változtatok a hozzáállásomon. Nagyon kellene az én életemben is egy nagy változás, egy nagy boom, egy jel, hogy ébresztő. Piroska, vigyázzon, mit kíván, mert jó, akkor hadd mondjam el, kedves Piroska, hogy a nagy boom az nem feltétlenül egy baleset, egy tönkremenés vagy egy daganatos betegség kéne legyen. Az én életemben a nagy változást egyetlen mondat hozta, ott van a weblapon, néhány gondolatosótól a mondat úgy szól, ha boldog vagy, igazad van. Ha nem vagy boldog, nincs igazad. És ezen én nagyon-nagyon elgondolkodtam, ez abban a pillanatban tudtam, éreztem, meg voltam győződve, hogy Osónak igaza van. Ez a mondat, ez tényleg így van, de akkor mi is az a boldogság? Mert valójában arra vágyik, minden ember boldog akar lenni. Az a boldogság, amikor végre békében élek önmagammal és a világgal. És nem amikor wellness hétvégéken keresek valami élvezetet. Még ennyi nem elég, és újabb falatok. Tehát a valós boldogság, amikor önmagammal békében élek, mert akkor fogok tudni békében élni a világgal is. Mindig magammal kell kezdenem. A szeretet is az adással kezdődik. Nem akkor, hogy adok, ha kapok.
És akkor eszembe jut a negyedik majom. Jaj, igen. Egyedül nem, azt írja, hogy sok mindent tudok elméletben, de nem történik igazi változás, nem haladok előre. Egyedül nem vagyok képes lépni. Dehogy nem. Az egyedül nem vagyok képes lépni azt jelenti, hogy túl kicsi vagyok, gyenge vagyok, tehetetlen vagyok. Ez az a fehér birka tudatossági szint, amiről a Mi a fenét keresek én tulajdonképpen könyvben lehet olvasni, és megkövetem Piroskát, nem tudom, járatos az én Facebook oldalamon. Guylaine Saint-Pierre-Langtól ezt a könyvet írt, amit ajánlok a figyelmébe. A tudatossági szintet 4 kategóriára osztotta, mindegyik kategóriát egy-egy állat képvisel, a fehér birka, az, aki kicsit tehetetlen, kiszolgáltatott áldozat. És gyenge, ez az áldozat. Utána jön a fekete birka, aki mindenkinek ellenszegül. Jön a döntésvonala, hogy most már döntök és kilépek belőle, és utána van a szuverén paripa és a táltos paripa. Ezek szimbólumok, tehát itt félreértés, ne essék, Piroskát megkövetem, nem szeretnék senkire ilyen állati jelzőt használni. Ez ennek a tudatossági szintnek a szimbóluma. Örökre számolni kell magunk számára a szótárunkból azt a kifejezést, hogy nincs választásom. Van választásom, eldönthetem azt, hogy mit szeretnék. Itt, amit én problémának hiszek, vélek felfedezni, az nem más, mint az, hogy kedves Piroska mindig eldönti elméletben, hogy na, akkor holnaptól valami más lesz, de a döntést nem követi a tett. Uh-huh. És a döntés tettek nélkül az az egy helyben járás, és fontos lenne a tettek mezeire is lépni. Általában akkor nem lépünk a tettek mezeire, amikor nagyon sok jutalom falat van, hogy tessék látni az összekötést a falat konfliktusokhoz, nagyon sok jutalom falat tart a tétlenségben. Hogy mi kell az élet melletti döntéshez? Elsősorban a választás. Kiválasztani, hogy mit szeretnék. Az a legfontosabb, hogy döntsem el, hogy mi az, amit én szeretnék. Írjam le, ezt. A második pont, akarni, hogy létrejöjjön. Az azt jelenti, hogy a választásom és az akaratom összefüggnek, kéz a kézbe járnak. Fontos, hogy akarjam is ennek a létrejöttét, mert ha úgy kezelem, mint a túlsúlyos emberek jövő hét hétfőn kezdődő diétáját, és mindig a jövő hét hétfőn kezdik a fogyókúrát, a mozgást, a dohányzásról való lemondást, és így tovább, akkor ez mindig egy kicsit odébb lesz tolva. Pont úgy járunk vele, mint a horizonttal, a látóhatárral. Minél több lépést teszünk, mindig arrébb dobjuk, hogy és arrébb lesz. A változás az itt és most kezdődik. Van egy nagyon kedves idézet nálunk kirakva a hűtőre. Robert Kiyosaki mondta, hogy az a szegény, a sikertelen, a boldogtalan az, aki a leggyakrabban ejti ki a majd holnap kifejezést. Fontos lenne akarni, hogy létrejöjjön, és dönteni, hogy elkezdődjék. A döntés a legfontosabb dolog. Döntés tett. Vagyis a döntés az, ami egy konkrét határidőt ad annak, ez kizárja a talánt, a szeretnénk, az igen, de, a majd holnapokat. Érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy mi az előnye annak, hogy nem lépek ki, mi az előnye ennek az állapotnak. Nagyon sokszor olyan rejtett előnyök vannak, hogy kényelmes, hogy ez nem túl izgalmas, nem igényel túl nagy erőfeszítést, nem kell nagyon félnem, olyan kis biztonságos, megszokott ez a környezet. Mi az, amiben szeretne Piroska változást eszközölni? Rózsás Regina azt írja, hogy rájöttem, hogy az egyik falat konfliktusom tartja fenn az identitás konfliktusomat. Ah, ez szép. Akkor már ez nem volt a mai nap hiába. Már mindent megpróbáltam, elvettem a falat értékét, aztán felmagasztaltam, hogy nem kötök érte kompromisszumot. Nem mindegy, hogy hogyan kapom meg. Most ez beválni látszik. Külön megnyugtató volt hallani a fali órátok kattogását közben. Ami visszafelé jár, csak szólunk, hogy a mi óránk mutatója visszafele mozog.
Én szeretném kihangsúlyozni és nagyon megdicsérni Reginának a bejegyzését, mert ebben is látok egy megoldási kulcsot, és azok számára is lefordítom, akiknek ez teljesen első látásra teljesen nem egyértelmű. Elkezdte azzal, elvette a falat értékét, vagyis lemondott róla. Nem jött össze. Aztán felmagasztalta, elkezdte a sóvárgást. Az sem jött össze. És eldöntötte, hogy nem bármi áron akarja megszerezni. Ha összejön, összejön, magától csak úgy rendben van, nem kötök értelmetlen kompromisszumokat. Ha nem jön össze, az sem baj. Elengedte ennek a témának a túlzott sóvárgását, a túlzott küzdelmet, teljesen lemondott a háborúról és a harcról. Amikor, ha összejön, jó, hanem úgy is jó, alapon indulunk el valamit megtenni, ez nem azt jelenti, hogy nem teszünk bele mindent. Én beleteszem a mai maximumot, ami lehet, hogy a holnapi maximumomnak csak a háromnegyede, mert holnap még többre leszek képes. Minden nap a mai napi maximumom az ez. Holnap a holnapi maximumomat teszem bele, de nem kötöm az ebet a karóhoz, hogy de nekem az kell. Ha el tudom engedni azt is, hogy esetleg nem jön össze, vagy nem úgy, és nem akkor, és ettől én a belső békémet meg tudom tartani, akkor jön meg az eredmény. Levente azt írja, csókolom, jó estét mindenkinek, nagyon jó és sikeres előadás volt, igazán köszönöm Levente Nagyváradról. Hát külön köszönöm, hogy a messzi Nagyváradról is híreket kapunk. Hadd kérdezzem meg, kedves Levente, hogy Nagyváradon mi a helyzet? Nem tudja bérni. Igen, most visszanyitottam a mezőt, az utolsó kérdés az Tódor Attilának záródik, úgyhogy egy kis helyzetjelentést, hogyha lehetne kérni. Aztán visszatekerek. Zizi azt írja, hogy ha valaki sportsikereket akar elérni, meg is tesz érte mindent, hogyan tud ebből betegséget gyártani? Hát akkor elmondom a pajzsmirigy programnak a kiállításának a titkát. Túl lassú vagyok a falat elkapásra címszó alatt, el tudunk indítani, ha van DHS, tehát kell hozzá a DHS, akkor el tudunk indítani egy pajzsmirigy programot. Izgalmas történeteket tudunk túlhajszoltsággal, nem vagyok elég jó, az személyiségemben való önleértékelés, az életművemben való értékelés, itt az egész germán gyógytudomány táblázatot el tudnám mondani. Igen, most az a helyzet, hogyha a térdizületünket tudjuk leginkább tönkretenni, ha sportolók vagyunk, és valami nem jön össze, mert a sportosságban megért konfliktus a térdizületet érinti, ez egyértelmű, meg a makacság is a térdizületet érinti. Én úgy gondolom, hogy a sport az egy játék. Épp olyan játék, mint a tánc, mint a valamilyen hangszeren való játszás, ugye, játszik a hangszeren, és hogyha ezt a sportot, ezt nem, fogalkörömmel űzzük, mert mit tudom én milyen megfontolásból, akkor viszont megjön a siker. Én mindenkinek ajánlom, aki sporttal foglalkozik, hogy nézze meg a Békés Harcos Útja című filmet háromszor, hetente egyszer. Tehát három hétig hetente egyszer nézze meg. Azért így, mert közben rá fogunk jönni, hogy ez a film sokkal többről szól, mint maga a cselekmény. És akkor rá fogunk jönni, hogy a sportban is, meg különben másutt is, akkor fogunk elérni sikert, hogyha úgy állunk hozzá, hogy jelen vagyok a pillanatban. És nem félelemmel. Olyan fantasztikus az utolsó 10 percben az a párbeszéd, azzal a sportolóval, aki elmondja, hogy de hát az aranyért, hát ezért küzdöm, amikor oda felállok, s majd apám mit fog mondani. Na, nem mondom tovább, tessenek megnézni a filmet, és döbbenetesen jó lesz. Jó,
És akkor a következő, Évi, rozaceás tünet, fiamnál 3 havi antibiotikum kúra után egy ideig visszahúzódott. Rozacea. Az, kedves Évi, az antibiotikumnak semmi köze nincs a rozaceához, meg máshoz sem. Az antibiotikumok konfliktus aktív szakaszba tesznek vissza programokat, és pontosan azért enyhítette a tüneteket, amíg a gyerek szedte az antibiotikumot. A rozacea egy támadás és elválasztási konfliktus következménye. Ha az arcán volt, akkor azt jelenti, hogy attól félt, hogy megpofozzák, vagy kapott valaha egy pofont, amit ugye hát nem tudott elfelejteni, és a személy látára ez az emlék újra feljön, ez a félelem újra beindítja, már úgy értem, mint sín a programot. Tehát magával, a rozaceával kéne foglalkozni, a kiváltó okokkal, és nem az antibiotikumokkal. Irénke, rágás közben megharaptam a jobb száj részemet. Mintha begyulladt volna, afta lenne ott, fájdogál. Mit tehetek? Köszönöm a semmit. Választ. Magától meggyógyul, kedves Irénke, nem tőlem, magától. Mert ez egy fizikai ártalom volt, ráharapott, és ettől rögtön meg szeretett volna szabadulni ettől a fájdalomtól, és a nyálkahártyája reagált rá. Nyugodjon meg, minden probléma nélkül rendben jön. Hadd mondjak én is egy okosságot. Amit lehetne tenni, mert az a kérdés, hogy mit tehetek, jelen lenni a táplálkozás során. Ja, igen. Hát. Arra figyelni, hogy éppen eszek. És hogy mert legyen. Apropó falat konfliktusok, amikor táplálkozom, és valahol máshol jár az eszem, ja, vagy futtában lekapok a tányér széléről valamit, és szaladok, már csilingelt a mosógép, vagy valami, valami történik, vagy én közben nézem a filmet, vagy a híradót, vagy mit tudom én, hát akkor vagy telefonálok, gyorsan igen. Eszek, annyi mindent tudunk evés közben csinálni, hogy az elképesztő. És akkor csodálkozunk a tüneteken. Igen, az allergiákon és a társain. Érdemes lenne az ételnek az idejét megadni, és nagyon jó ez a kérdés, mert eszembe jutotta azt, hogy elfelejtettem elmondani, hogy a falathoz való azonnali hozzájutási késztetésünk, a jutalmazás azonnali megjelenése, hogy ha jó kislány leszel, ha jó kisfiú leszel, kapsz ezt vagy azt, mint jutalmat, az étel, mint jutalom, hogyan jelenik meg, és hányszor a falat a jutalom. De érdekes lenne azon is elgondolkodni, hogy sok évvel ezelőtt még az asztalhoz való leülésnek is volt egy rituálé, az asztali áldás. Nem egyből ugrottunk az acskóból kimarkolva a valamit, hanem meg volt terítve, volt egy teljesen ráhangolódási folyamat. Ezt a mai modern ember elvesztette, ezt az étkezésre való ráhangolódást, és ezekben az esetekben sokat segítene, ha nyugodtan mennénk le táplálkozni. Piroska, nagyon köszönöm, mindig egy lépéssel közelebb kerülök ahhoz, hogy megértsem és megéljem az egységélményt magamban, a kételyek, aggódások, önleértékelések helyett. Ezt nagyon-nagyon örömmel hallom, Piroska. Kívánok hozzá további kitartást. Gabi azt írja, köszönöm, fantasztikus előadás volt, újabb felismerések. IBS-nek és a többi betegségemnek is természetesen én vagyok az oka, mert mindig rágódok és bosszankodok, és megmentő akarok lenni. De felmerül bennem az a kérdés, hogy például a hugommal, akivel 5 éve nem beszélünk, és amikor a tanfolyamon 1,5 éve kaptunk 13 percet, hogy hívjunk fel valakit, akit szeretnénk. Azóta se hajlandó beszélni, sőt azóta elvált, de új pasi már van, és azóta mégis nagyobb ellenség lett, sőt, közölte neki, nincs testvére, és ne is próbáljam keresni, mert a telóján is letiltott. Akkor ilyenkor hogyan tovább? A másikat, ugye, mint tudod, a napi szintű konfliktus 3 generáció mindig csak nagyobb vitákba torkolik. Ott költözni kell, de akkor menekülök? Hát, kedves Gabi, a menekülésnek furcsa módja lenne, mert ha jól tudom, ez nem egy friss keletű történés. A menekülés kérdése az önvédelem. Hogy mi az, amivel védem magam? Van egy ilyen jogos önvédelem című szakszó a jogi szótárakban. Mi az én jogos önvédelmem? Hogyan védem jobban magam? Akkor, hogyha
nem teszem ki a testem betegségnek, és emelem a kalapom, és azt mondom, hogy nem fordítom oda a másik orcámat is még egy pofonért, el lehet békében szépen kerülni egy olyan helyzetből, hogy azért a háborúk is zömében valamikor véget érnek, még a 100 éves háború is 100 év után véget ért, remélem ez nem lesz egy ilyen 100 éves történet, vagy az az önvédelmem alapja, hogy félek kimenni ebből a helyzetből, mert ezt ismerem, ezt tudom, itt azért már látom a játékszabályokat, tudom, hogy mikor, kilő és hogyan. Vannak ennek olyan jellegű előnyei, amelyek benne tartanak abban az állapotban, mert még mindig kedvezőbbek, mint a félelem az ismeretlentől. Amikor huzamosabb ideig benne vagyunk egy állapotban, szoktunk ilyen spirituális magyarázatokat keresni rá, és köszönöm a kérdést, Gabi, mert ennek kapcsán felhívhatom a nézők figyelmét a sárga-birka tudatállapotra, amikor tudom, hogy valami nem jó, de próbálok úgy tenni, mintha abból nekem mégiscsak előnyöm lenne. Amikor megmagyarázzuk azt, hogy miért nem teszünk meg valamit, miért nem jutunk el, mert az a kis biztos falat, az a helyzet, az számunkra kecsegtetőbb, mint ennek a megváltozása. Hogy ez kinél hol van, vagy mitől félünk jobban, attól, amit már tudunk, ismerünk, gyakorlunk x éve, vagy attól, ami enélkül lehet, na itt, az a, itt ez a kérdés. Eszembe jutott nagyanyámnak a mondása, igaz, akkor én nagyon szomorú voltam, mert hát tinédzserkori nagy csalódás, és annyit mondott, hogy fiam, ne szaladj olyan szekér után, ami nem vesz fel. Na most ez akkor is igaz, hogy testvéri kapcsolatról van szó, nem kell megváltani a testvért, ha déljen ő haragba, az ő haragja őt fogja megbetegíteni, a lényeg az, hogy én ne haragudjak. És a másik, ami a menekülést illeti, az nem jelenti azt, hogy Réka is mondta, hogy sorba kell állni a következő pofonért. Viszont ha benne maradok, akkor annak is oka van, és ha odébb lépek, akkor annak is oka van. El kéne dönteni, hogy mit szeretnék, és nem arra várni, hogy valaki kívülről megmondja, hogy ez most menekülés vagy megoldás. Ezt mindenki Igen. maga döntse el, hogy egy adott esetben ezt miként fogja megélni. De nincs az a pokoli helyzet, ami megérné, hogy az én egészségem megkérdőjeleződjön. Gyuri Csigdelnéről azt írja, hogy néhány lámpa kigyúlt. Köszi szépen, Réka. Nagy szeretettel, drága Gyuri. Magdi azt írja, hogy szuper volt az előadás, ha szeretek a munkahelyen dolgozni, jó a társaság, a fizetés viszont teljesen igazságtalan pofára megy, mi a megoldása? Köszönöm. Megint ugyanaz. Kedves Magdi! Ez nagyon sok munkahelyen így van, sőt, ha megnéznénk azt, hogy egységi munkáért mennyit keresnek a nők és mennyit keresnek a férfiak, megint elszomorító tényeket látnánk. Hogy miért van ez így, ez pontosan amiatt, mert elfogadjuk, hogy így kell lennie. Ha szereti a munkáját csinálni, jó a társaság, viszonylag meg tud ebből a fizetésből élni, akkor fogadja el ezt a helyzetet. Ha olyan körülményeket teremt ez a munka, ami miatt a betevő falat nem jön össze, vagy nagyon nehezen, akkor meg lehet, hogy el kellene engedni a jó társaságot. Mindig saját döntésünkben azt kellene megnézni, hogy mit szeretnék. Több pénzt szeretnék keresni, és ez a célom, hogy több pénzem legyen, és nem számít, hogy milyen körülmények között. Vagy számít az is, hogy nem túl kifizetődő, igen, ez a pofára megy, ez mindenütt jelen van, az új munkahelyen is ugyanígy pofára fog menni. Bocsánat. Így van. Vagy azt... Következő lépés, hogy teljesen magánútra lépek, de akkor is pofára megy, mert mindig találunk egy olyan embert, aki
másképp gondolja. Köztes megoldás, hogy esetleg a meglévő munka mellett még valamit csinálok, és akkor még nem kényszerülök kényszervállalkozásba, de van egy fix helyem, és valami kiegészítő munkával ezt az egészet, hogy is mondjam, utánpótlom, mert azért egy jó közösségbe menni, az egy nagyszerű dolog, ha valaki darásfészekbe megy minden nap bedolgozni, az előbb-utóbb kikezd az egészséget. Az igazságtalansággal való küzdelem az viszont a nyakat teszi tönkre. Ezt legjobb lenne így elfogadni. Elsősorban, és utána bármit. Minden egyes helyzetnél az a legfontosabb, hogy elfogadjam, hogy ez van. Utána dönthetek, hogy elfogadom, ezt akarom csinálni, vagy nem ezt akarom csinálni. A Madame Guy könyvben olvastam, ez sajnos még Magyarországon nem jelent meg magyar kiadásban, de már nyúzom a kiadót, hogy fordítsa le. Van egy jelenet, ahol Guy börtön kalandjairól olvashatunk. Guylain azért ment börtönbe, mert nem volt hajlandó megfizetni a parkolási cetlit, tehát a parkolási büntetéseket, amiket időközben úgy kamatos kamatra halmoztak fel, hogy körülbelül $300 rúgott ez az összeg. Kanadában $30-40 lehet vacsorázni, úgyhogy ez körülbelül 10 vacsora ára, így tessenek számolni. Nem azzal volt baj, hogy nem volt rá pénze, hanem egyszerűen elvből nem fizette ki, és leülte ezt a büntetést. Egy Márta nevű hölgyel került egy cellába, és nagyon érdekes volt a Márta viselkedése. Márta egy bankrabló hölgy volt, és Márta folyamatosan attól félt, hogy meglopják. Ő volt az, aki a börtönben lakatot kért a szekrényére, mert állandóan attól tartott, hogy valaki hozzá nyúl a cuccaihoz. Márta egyik alkalommal Márta dohányzott a cellában, ezt ugye semmilyen büntetés végrehajtó intézetben nem megengedett, Guy meg nagyon nem bírta a füstöt. Több vita témájuk is volt, ami nem jött közös nevezőre, Márta minden egyességet felrúgott, és egyszer Guy megkérdezte tőle, hogy hát, ha szabad adod valamire, akkor miért nem tartod magad hozzá, és Márta állkapcsón ütötte Guy-t. Guy akkor már túl volt azt hiszem, nem tudom, 50-en túl volt, de idősebb volt mindenkinél, és nagy tiszteletnek körvendett odabent, és Márta megütötte. Akkor Guy eldöntötte, hogy nem fog vele többé kommunikálni. És nagyon érdekes volt, ezt ki is fejezte neki, hogy többé nem beszélek veled. És nagyon érdekes volt az, ahogyan ebben a helyzetben döntött. Elfogadta Márta agresszivitását, kérhetett volna új cellatársat, elmehetett volna árulkodni, hogy Márta mit csinál, kérhetett volna védelmet, mint szegény áldozat, visszaüthette volna Mártát, mint bűnbak, mert ez jogos önvédelem, elkezdhette volna Mártát győzködni arról, hogy ez nem szép, nem etikus, nem így, nem úgy, meg is menthette volna Mártát ebben a helyzetben, de ő a lelkére hallgatott. Fontos lenne ilyen döntésekben a lelkünkre hallgatni, hogy mi az, amit a lelkem mond. Kell ezzel foglalkoznom, vagy nem kell ezzel foglalkoznom. Érdemes lenne ezen elgondolkozni a Nikinek is. Amit nem tudok elfogadni, és számomra konfliktust jelent, azzal mindenképpen foglalkozni kell. Borbás Ati és Ági azt írja, hogy az elveszett egészség lehet falat? Hát én ezt inkább birtokféltésnek hiszem. Igen, az egészségünket félteni szoktuk, mert abban benne van, hogy az életünket féltjük vele. A halálfélelem az már levegőfalat konfliktus, nyilvánvaló, de az egészségnek a védelme és a félelme az viszont birtokféltés és az förgő program. Én úgy gondolom, az egészséget nem falatként kéne tekinteni, hanem azt az állapotot, amikor békében élek magammal és a világgal, és akkor ez egy természetes hozadéka lesz az egészség. Igen, és akkor hadd borítékoljak itt egy társadalmi helyzetet. Ugye most nagyon sok ember félti a birtokát. Abban a pillanatban, amikor az enyhítések
akcióba lépnek, és valaki ki fogja mondani, hogy koronavírusnak vége, akkor mindenki megnyugszik. És jönnek a és jön a birtokfirtás és konfliktus megoldásai. És rengeteg tüdőgyulladás. És akkor lesz. Azt mondják, hogy na lám, hamar elkapkodtuk ezt a kijelentést, mert mégiscsak visszajött. Aztán valószínű, hogy ez Kínában is hasonlóképpen történt. Aztán vannak az elválasztási konfliktusok, mert nem tudjuk megölelni, nem tudjuk megpuszilni, nem mehetünk a gyerekeink, unokáink közelébe. És mikor ez megoldódik? Amikor ez megoldódik, akkor jönnek a... Jönnek az elválasztási tünetek megoldásai, akár egyszerű rubeola is megjelenhet az egészben, mint ahogy Romániában erre már példa is van. De hagyjuk ezt a... Jó, csak ha hogy... akkor csak, igen, a dolgok összefüggenek. Ilyen szinten függenek össze. Ila azt írja, hogy a budapesti januári tréning után volt egy olyan helyzetem, amikor rokonok jöttek idézőjelben földügyet rendezni. Megmondtam a véleményem, őszintén mit csináljanak. Amire kimerett a szemük, azt mondták, kimosták az agyam. Jól nevettem, és buknak vettem. Azóta be van fejezve a téma. Legyenek boldogak vele, nekem nem kell, és nincs harag. Gratulálok! Ez igen. Edit azt írja, vállalkozásunkban igencsak nagy lehetőség lenne, de kérdem a gyermekemtől, biztos kell lesz nekünk? Én tartok a helyzettől. De fejlődés nélkül nem lehet előre jutni, mondja ő. És igazat kell adjak neki. Köszönöm a gondolatokat. Kedves Edit, kérdés az, hogy ki akar fejlődni. Igen. Mert, bocsánat, a... Ki akar rizikót vállalni. Más... Csalán verni, az úgy izgalmas. Az úgy izgalmas, igen. Hát, hogy vállalkozom? Mi lenne, hogyha ezt megnéznénk, hogy kinek van erre szüksége, vagy ki mit szeretne? Mert nem biztos, hogy a fejlődés az vállalható plusz feladatokat. Csak plusz feladatokban gondolkodjunk, igen. Hogy ezt a plusz feladatot szeretnénk-e, vágyjuk-e. Ha igen, vagy ezt a plusz feladatot valaki viszi, és egészséges módon áll az egész történethez, és ebbe a maga kérdező Edit nem keveredik bele, akkor nem csinálja, de a fejlődés nélkül előre jutniban van egy kis falat utáni vágyódás is. Nem tudom, hogy hol van a vállalkozásokban az a szint, amikor azt mondjuk, hogy jó, akkor tól tőlig. Azt mondják állítólag a képzett vállalkozók, a nagymenők, hogy na, ilyenkor van vége. Én nem biztos, hogy ezt a véleményt osztom. Van az a szint, amin tovább én nem szeretnék jutni. Például mondok egy példát, nagyon örülök annak, hogy ilyen sokan vagyunk az esti webkonferenciákon, de állandóan TV meghívásokra, fogadásokra, ilyesmire egyáltalán nem vágyom. Tehát, hogy mi az, ami az ön vágyát képezi, lehetséges-e esetleg úgy megoldani, hogy egy ágat vigyen ez a fiú, és ott fejleszte, amit akar, és mindenkinek legyen a győztes-győztes kapcsolata. Katalin azt kérdezi, Réka és Karesz, 3 nappal ezelőtt vettem észre a bal szememen látható fehér színű domború valamit. A szemorvos egy éve nyílt szögű zöld hályogot diagnosztizált, fél évente beteg béta blokkáns cseppet használok a szemnyomás csökkentésére. Szürke hályog is van mindkét szemen. A bal szemen előre haladott a fázisban, mi lehet a háttérben? Kedves Ilona, a szemről egy fantasztikus összefoglalót találunk a weblapon, a szem GNM szemmel. Itt minden egyes hártyának a konfliktusáról szó van. A szürke hályog az vizuális elválasztási konfliktus. Az, ha a szem fehérjén most alakult ki egy dudor, az egy újabb vizuális elválasztási konfliktus megoldása után, de ez nem volt olyan erős, mint ami a szürkehályogot kialakította. A glaukoma pedig a múltban megtörtént és mai napig fel nem oldott hátulról jövő félelem. Attól félek, hogy még egyszer megtörténik valami, ami a múltban már egyszer megtörtént. Mindennek az alapja a félelem. Mindennek az alapja. Tessék megnézni a szemről szóló webkonferencia anyagot, és elgondolkodni azon, hogy megéri-e a szememet tönkretenni olyan programokkal, hogy valaki eltűnt a szemem elől, és mi van, ha eltűnt, akkor mi van? Én meghalok, ha valaki nincs itt, és nem látom.
Vagy mi az a múltból jövő félelem? A múlt az egy történelem, az már egy nem létező valami. Az nem arra akart engem megtanítani, hogy bízzak önmagamban, és oldjam meg a dolgaimat mások nélkül. Így is föl lehetne fogni a múltból jövő félelmet, mint egy energiát, ami engem arra buzdít, hogy valamit másképp csináljak, mint eddig. Katalin azt írja, igen, R. Ilona bejegyzése, hálás köszönet Rika a mai előadásodért, nagyon tetszettek a fordulatok, amivel bátorítasz az újszerű meglátásmódra és gondolkodásra, például kávézás a félelemmel. Igen, remélem, hogy azért is használok ilyeneket, kedves Ilona, hogy ezek a szófordulatok úgy szegetüssenek a fejünkben, hogy hát lehetne ezzel, össze is lehetne barátkozni, esetleg leülhetnénk beszélgetni, én is a félelmem, hogy akkor mi a bajom. Vagyis én is a biológiám. Így van. Én is a biológiám. Sok vizsgálódni való témát találtam még magamban. Ennek nagyon örülök, Ilona, mert ez a fejlődés és haladás, amikor átalakítjuk. Birta Éva azt írja, hogy az anyósommal már az első találkozásunkkor nem nyerte sem ő, sem én el egymás tetszését. Ezért minden nap szorongok és félek a szigorú és mindig haragos kinézetétől. Eldöntöttem, hogy változtatni akarok, kérhetek ötletet, hogyan kezdhetek tiszta lappal a téren. Jaj, hát külön köszönöm! Kedves Éva! Mi az, ami az anyós tekintetében engem zavar? Ebben annyi minden lehet. Elképzelhető, és akkor veszük a biológiai szintet, hogy valakire emlékeztet egy sínre. Mit tudom én, a történelem tanáromra, a kémia tanárnőm szigorú tekintetére. Általában azokat a tantárgyokat tanító emberek tekintetétől félünk, amelyeket kevésbé szeretünk, kevésbé tudunk, és amiből gyengébb osztályzatot kapunk. Néha egy-egy ilyen tekintet visszapillant valaki máséból. Ha érzelmi szinten közelítjük meg, és már nem síneken keresgélünk, hanem érzéseket, milyen érzést vált ki bennem? Meg akarok felelni neki? Mi van, ha nem felelek meg? Biztos azért húzza össze a szemét, mert nem ilyen nőt képzelt a fia mellé. És akkor a gondolatok. Vajon mit gondolhat? Lehet, hogy a fia előző barátnőjével jobban tudott kommunikálni. A tiszta lap az teljesen egyértelmű. Voltam hasonló helyzetben, és a szituáció is nagyon érdekes volt, mert egy nagyobb társaság gyűlt össze az én bemutatásomkor, és körülbelül 2 másodperc alatt valaki beszélt valakivel, és mindenkinek el kellett gyorsan tűnnie a terepről, és arra lettem figyelmes, hogy én, aki 2 perccel ezelőtt nyújtottam kezet, és mondtam el a nevem, hogy én ki vagyok a bemutatkozásnál, most egyedül vagyok a momossal. És én előre mentem ebben az esetben, és elmondtam, hogy nagyon izgultam, és nagyon féltem ettől a találkozástól, hogy mit fogsz mondani. Tudom, hogy az első találkozás az meghatározó, mérvadó, nagyon be voltam tojva, és szeretném, ha ezeket a kötelező köröket most nem kellene megfutni, mert én ettől nagyon, nagyon kellemetlenül érzem magam, és mi a meglátásod, tudnánk valahonnan úgy elkezdeni a beszélgetést, hogy ez ne legyen ennyire kínos. És a beszélgető társam is ugyanazt felelte, hogy ő is nagyon félt ugyanettől a találkozástól, meg hogy mit fogunk egymásról gondolni, de ezek a feltételezések, elképzelések találkozása. Én lehet, hogy elmondanám ennek az anyós jelöltnek, vagy anyósnak, hogy én nagyon féltem az első találkozástól, egy csomó mindent képzeltem el, hogy biztos nem tetszem, biztos így, biztos úgy. Én szeretném, hogyha nem ezeket az elképzeléseket, elvárásokat látnánk meg egymásba, hanem nyitott őszinte szívvel és lélekkel szeretnék veled találkozni, megismerni azt, aki te valójában vagy, és nem a szúros szemöldököd miatt szorongva beszélgetni veled. Már maga a felhozás is egy mosolyt kell, tehát én remélem, hogy ezek a haragos tekintetek is megszűnnek. De az őszintesség, az igazság szeretet tett, nagyon nagy csodákat tesz. Erről is van egy bejegyzés a rikaliza.com-on. Ildikó köszöni
szépen a nagyszerű előadást Réka és Karesz, Bébrigi és Ildi. Ja. Fantasztikus volt az előadás, nagyon köszönjük. Elnézést, ez nem falattal kapcsolatos kérdés, az lenne a kérdésem, ha az egót meghalasztani kell, vagy csak megszelídíteni, hogy össze tudjuk kapcsolódni a lelkünkkel? Egyikkel sem. Az egóval való küzdelem az harc és háború. Mindig, amikor harcolok és háborúzok, akkor az egó vezérel. Az a halálba vezető út. A megszelídítés azt jelenti számomra, hogy az egó rossz és vad. Nekem meg kell őt szelídítenem, meg kell őt változtatnom. Ez azt jelenti, hogy én küzdök azzal az állapottal, amit az egóm jelen pillanatban mutat. Még ebben is benne van a háború, csak picivel tompítottabb formában, és nagyon szépen becsomagolva. Az átadom magam a lelkemnek azt jelenti, hogy teljes mértékben átadom az irányítást az egómtól a lelkem felé. Ez nem azt jelenti, hogy az egómmal bármit, ilyen küzdelembe mennék. Mindig az egó adja át az irányítást, és erről van egy videó, a Hogyan vegyem fel a kapcsolatot a lelkemmel című lélekjelenlét előadás, amiben külön kitérek arra, hogy nem megszelídíteni, megölni, kisavazni, kilúgozni, küzdeni kell az egóval szemben. Az egó természetes részünk. Azért van, hogy ezt átalakítsuk, átadjuk a lelkünknek, hogy szeretetté alakítsuk át. Nem küzdelemmel, nem háborúval, nem elutasítással. Igen, a szelídítés szóban, szelíden, lágyan, szeretettel, de következetesen kell ezt megtennünk. Mindig az ego adja át az irányítást a léleknek. A lélek nem elveszi, nem átveszi, nem kiharcolja, nem kényszeríti az egót. El kellene fogadni, hogy igen, ez van, hogy az azonosultságainkkal is ugyanez lenne a feladat, hogy igen, ez van, de ezt szeretetté alakítom. Remélem, ez így válasz a kérdésre. Kitti azt írja, hogy kedves Réka, nálam a kis hit és szerepet játszik, mit tudna javasolni ennek nevelésére? Sajnos az önbizalmam is ingadozó. Kis hitűség. Na, a kérdés az, hogy miben van hitem. A biológiai lényem erejében, az érzelmeim jogosságában, a gondolataim igazságában, vagy abban, hogy ki vagyok én valójában. Az én hitem szerint én egy csodálatos, egyedi, megismételhetetlen lélek vagyok, aki összekapcsolódott ezzel a testtel, és ezen a testen keresztül jött a biológiai testemmel keresztül, jött a Földre tanulni, tapasztalni. Hiszem, hogy ez a lélek mindig tudja, merre kell mennem. Mindig a helyes irányba fordít, még akkor is, ha ez a biológiai lényem számára zsákutcának tűnik. Lehet, hogy csak azért kell bemennem ebbe a kacskaringóba, hogy valamit megtanuljak önmagamról, a világról, és önmagam is a világ kapcsolódásáról. Nevezhetnénk minden betegséget egy ilyen zsákutcának, hiszen majdnem elmegyünk a szakadék széléig, én ezt nagyon sokszor kipróbáltam, milyen elmenni addig, ezt nem javaslom, és mindig meg kellett tanulnom valamit. A Pazsmirigy programból azt tanultam, hogy az idő az teljesen relatív, az, hogy mit követelek meg magamtól, és mi az, amiben én, amerre én futva tartok, az jelen pillanatban a túlélés, vagyis a halál útja. Ezen voltam kicsit lemaradva, ez volt a konfliktus. A maximalizmus, a precizitás, a még többet, még többet, még többet, még gyorsabbat nem az életbe vezető, nem a lélek felé vezető úton ért utol. Az elválasztási konfliktus pedig az arra tanított meg, hogy nem attól függ egy kapcsolat minősége, hogy kit tudok a kebleimre szorítani, és kit nem. A kapcsolat minősége nem a testi kontaktuson van, hanem abban a lelki kötelékben, amire akkor még nem is tudtam, hogy létezik. A veszteség konfliktusaim zsákutcája pedig arra tanított meg, hogy nem a veszteségek, nyereségek függvényében kellene az életet tekinteni, hogy ki van meg és ki nincs meg, hanem
annak kellene örülni, amikor van, amikor vagyunk, amikor megtapasztalhatjuk az együttlét, annak azt az örömét, ami nem a testi kontaktusok látványa, érzése adja, hanem az a lelki kötelék, amit folyamatosan érezzük, hogy van, továbbra is van, még akkor is, hogyha nincs mellettem. És a BOKA programom, hogy ezt se felejtsük el, az SM programot, a Szeresd Magad program, a Szklerózis Multiplexnek rövidítése az SM, én ezt átírtam, hogy Szeresd Magad program, hogy a kiállás, a helytállás, a versenyfutás önmagammal, az idővel, a pokoli helyzetekből való kiugrások, ezek mennyire fontosak, hogy észrevegyem, hogy hol van, nem vagyok még békében önmagammal. Ezeket a zsákutcákat azért kellett megjárnom, hogy át tudjam értelmezni ezeket. Hogy ne mindig kanyarodjak vissza ugyanoda, mint az eltévedt turista ugyanazt a lámpaosztopot kerüli meg 50-szer, 50 különböző megközelítésből, hanem tudjam, merre van az irány. A hit az az, hogy bármi történik velem, tudom, hogy a lelkem a legjobbat akarja, azért lejöttem erre a bolygóra. Ági, köszöni a választ, és Enkati is köszöni a fantasztikus előadást, az idézőjel lemaradt, hogy nem lettem beteg, ezt nagyon tetszik. Köszönöm szépen Tódor Attilának, és köszönjük a jelenlétet.